többektől hallottam a napokban, hogy a covid vége, hogy lecsengőben van, viszont a jelek sajnos nem ezt mutatják. Nem azt mutatják, hogy a járványok korának vége lenne, hiszen vakcinagyárak épülnek, tudjuk nagyon jól, vakcinakutatás és fejlesztés zajlik gőzerővel, és törvényjavaslatok kerülnek az asztalra megvitatásra kötelező vakcinákat illetően. Szóval hoztam néhány olyan cikket, amik Egyértelműen nem azt mutatják, hogy vége lenne a Covid-nak vagy a járványoknak a gyógyszeripar tervei szerint legalábbis. De még mielőtt mutatnám az első cikket, köszönöm minden támogatónak a segítséget, és óriási szükség is van rá, mert rengeteg-rengeteg tervem van, tervünk van a, a továbbiakban. És ha megteheted, akkor kérlek, támogasd a szeptikus kerekasztalt a videó alatti leírásban találsz hozzá módokat. Kezdjük is nagyon gyorsan. <kül> A Children's Health Defense népszerű oldaláról, ami szintén összeesküvés elméletes oldalgét van jelölve yeah, Kennedy Junior vezetése által, és a Defender the Defender magazinjukból fogok idézni. Egy elég tragikus cikk, 18 kongresszusi tag követel válaszokat, hogy az FDA, tehát az Egyesült Államok Gyógyszerfelügyelete jóvá hagyja a COVID injekciókat az öt év alatti gyermekek számára. Az egy nagyon jó hír, hogy kongresszusi tagok követelőznek, válaszokat kérnek, az tragikus cikk, hogy minden bizonyíték ellenére alatt tovább a terv és a gyermekeket is be akarják ezzel a Szóval a szerrel oltani, vagy be akarják nekik adni ezt a vakcinát. Következőt írják a cikkben. Az FDA oltóanyagokkal és kapcsolódó biológiai termékekkel foglalkozó tanácsadó bizottsága júniusban négy különböző alkalommal ülésezik, hogy megvitassa a további sürgősségi felhasználási engedélyeket, amelyek a bölcsőtől sírig tartó COVID-19 oltásokat biztosítanának, és hogy megfontolja a jövőbeli keretrendszert, amely Toby Rogers PHD szerint tartósan csökkenti a biztonságosság és a hatékonyság mércéjét. Mary Holland, a Children's Health Defense elnöke és főtanácsadója az FD jövőre, jövőre, vonatkozó keretjavaslatát idézőjelben valószínűleg a legrosszabb ötletnek nevezte a közegészségügy történetében. A 18 év alatti társbetegségek nélküli gyermekeknek gyakorlatilag nincs kockázat a COVID-19 okozta halálozásra, derül ki a Nature folyóiratban 2021. novemberiben megjelent tanulmányból. És itt írja valahol a cikkben, felsorol egész hosszú listát, bizonyítékokkal, arra vonatkozólag, hogy miért nem szükséges ez, illetve hogy miért veszélyes, amit csinálok. Továbbá írja azt is egy második pontként, egy 2021. Júni, júliusi preprint, tehát a tudományos közösség által nem ellenőrzött, széles körben ellenőrzött tanulmány szerint a gyermekek 99,995 ezret százaléka százalékos gyógyulási arányt mutattak, mutatnak, és a gyermekek túlnyomó többségének minimálisak a tünetei. Továbbá, a Nature tanulmány leírja, hogy a 3 és 11 év közötti gyermekek hatékony, erős és tartós immunválaszt fejlesztenek a COVID-19-re, harmadik, ö, negyedik, a CDC saját adatai azt mutatják, hogy a 0, 11 éves, 0 és 11 éves közötti gyermekek legalább 75,2%-a, és a 12-től 17 éves korú serdülők 74,2%-a már rendelkezik kiváló természetes immunitással, tehát ezek a hivatalos adatok. Másik, a Moderna szerint az mRNA-s vakcináknak nincs klinikailag jelentős egészségügyi előnye. A KIT-COV 2 per 3-as Kétharmas fázisú vizsgálatáról beszámolva a vállalat azt mondta, hogy a vizsgálatban nem fordul elő súlyos betegségkórházi kezelés vagy halálozás, ami kizárja a vakcina hatékonyságának értékelését ezen végpontok tekintetében. Ezekhez mind vannak hivatkozások, ha valakit érdekel, akkor nézze meg. Azt is írja még, hogy az előzetes adatok azt mutatták, hogy az oltások csak mintegy 44%-ban voltak hatékonyok a tünetekkel járó fertőzés megelőzésében a 6 hónapos és 2 éves kor közötti gyermekeknél, és 37%-ban a 2 és 5 év közötti gyermekeknél mindkettő az 50%-os szint alatt van, amelyet a szabályozó hatóságok általában a 2020-as uniós engedélyezéshez szükséges minimális szintnek neveznek. Ezek rendkívül fontos adatok, és mindazt igazolják, hogy a gyermekeknek nincs szüksége erre a szerre. Kinek van? Na mindegy. Ez az én véleményem, ez nem annyira az én véleményem. Ezek, még egyszer mondom, hivatkozáson alapuló kijelentések ebből a cikkből. New Yorkban a hatóságok megfigyelték, hogy a Pfizer-Omicron elleni hatékonysága 7-7 elteltével 68%-ról 12%-ra esett vissza az 5 11 éves gyermekeknél. Megint, hivatalos adatok. Tehát most valaki egyetért ezzel, vagy nem, teljesen mindegy. Ezek köztudottak, és ezek ellenére megy tovább az program a kisgyerekeknél. Még egy. Ezek az oltások veszélyesek és nagyon is valós kockázatokkal járnak, mondta Holland, ez a, a hölgy tanulmányok szerint a beoltott gyermekeknél jelentős szívizomgyulladás kockázata, erről többször én is beszámoltam, a modern eredetileg 2021. júniusában benyújtott EUA, azaz sürgősségi felhasználási engedély kérelmét már eddig is feltartóztatták, mivel a, a myocarditis tehát a szívizomgyulladásra vonatkozó egyértelmű biztonsági jelek miatt több európai ország megtiltotta a vakcina alkalmazását fiataloknál, emellett a Vaccine Adverse Events Reporting System, vagyis a VAERS, az Egyesült Államok jelentési mellékhatásokról szóló jelentési rendszere, több mint 48.500 jelentés tartalmaz gyermekeknél előforduló, nem kívánatos eseményekről, tehát több mint 48.500 mellékhatásról számol be ez a jelentési rendszer, amit tudjuk, hogy egy, elhanyag, hogy egy apró százaléka a valódi adatoknak, amit nem tudunk, hogy mennyi. Nyilvánvalóan hát senki sem követi nyomon ezeknek az embereknek az egészségét, senkiét, hát senkit kitől kérdezi meg, hogy ki, kinek jegyzik fel, hogy mi történt vele egy hét után, három hónap után, elképesztő, na mindig. Köztük 112 halálesetről május 27-ig, és egyre több jelentés érkezik a COVID-19 oltást követő agy agyvelő bántalmakról, véralvadási problémákról, cukorbetegségről és neurológiai problémákról. Múlt héten is valamelyest erről a témáról volt szó itt a podcasten, most is erről van szó, őszintén már unom, nagyon unom, de kénytelenek vagyok ezzel foglalkozni, egy hölgy írta valamelyik nap, hogy nem unalmas, a kattintásra megyek, ugye ezt elmondtam a tegnapi videóban is, Meket kapok hasonló üzeneteket, de nagyon unalmas, én nem akarok ezzel foglalkozni. De kénytelen vagyok, miután ezeket az információkat archiválnunk kell, össze kell gyűjtenünk, és prezentálnunk kell mindenki számára emészhető módon, valamilyen módon, mert ö, rendkívül fontosak, és visszamenőleg is tudunk el majd ellenőrizni ezeket, tehát fontos, hogy tudjuk, hogy hol találhatók meg. Na mindegy, menjünk tovább, ugorjunk tovább gyorsan. Az Exposé-nak a cikke. Megbocsáthatatlan, 125 gyermek meghalt, ezer rokkant és 50 ezer megsérült a COVID-19 oltás miatt az USA-ban, val az expozi is adok, illetve ehhez a témához adok meg egy expozi cikket is majd a leírásban, hivatkozásként olvassa el mindenki. Nem fogok erre most kitérni idő hiányában, nem akarom hosszúra hagyni ezt a videót. Itt láthatóak az adatok, grafikonok formájában a képernyőn mutatom, el vannak mentve a táblázatok, tehát meg, meg, lehet tekinteni. Ez egy jelentési rendszernek, a weyers az adatbázisa, ami ugye az, az egyes Egyesült Államok gyógyszer, pontosan bocsánat, a CDC-nek, tehát a betegség megelőzés és betegség ellenőrzési központnak az adatbázisa. Hivatalos adatok. Csak azért mondom, ha esetleg valaki nézi és fogja fejét, honnan szeded ezeket az infokat legtöbben tudjuk, hogy mi a helyzet. És ráadásul a gyerekek esetében azt sem lehet mondani, hogy ők ugye veszélyeztetettek lettek volna. Ennek ellenére nincs kellő mértékű közfelháborodás a témában, szóval ez egy nagyon furcsa helyzet. Ezért bízunk benne, hogy ez nem marad így, de az is igaz, hogy teljes beleegyezés sincs a témában. Erről számolt be az átlátszó június 9-én, Következőt írták, jelentősen kisebb az igény a negyedik koronavírus védőoltásra, de ez nem magyar sajátosság, már is érthető az, ami most köv ezután következik majd a videóban, hogy még mindig nem adják fel a, gy a gyógyszeripar képviselő, és igenis görgetik tovább ezt a hatalmas lavinát, járvány lavinát, ahogy dr. Kovács Mónika szokta mondani. 2022. január közepe óta már a negyedik koronavírus ellenvédőoltás is kérhető, az elmúlt hónapokban már 300 ezeren éltek, és a lehetőséggel többségben 60 évnél idősebbek, ami a lakosság 3%-át jelenti, a negyedik adaggal való átoltottság terén hozzánk az uniós rangsorban a hatodik helyen áll.